Az utóbbi időben jelentősen megnőtt a beszédhibás gyerekek száma, erre mutattak rá a szakemberek. Arról, hogy mi áll a beszédhibák kialakulásának hátterében, Bene Judit logopédust kérdeztük. Ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, a beszédhibák és a beszédfejlődés, mert a klasszikus beszédhiba ugye, hogy a gyerek mondjuk nem tud valamilyen hangot szépen kiejteni, de ennél még sokkal több rétű ez a probléma, hogy késik a beszéd, és a beszéd fejlődése is megkésik, és mondjuk a gyerekek 3-4 évesen nem tudnak mondatokat mondani, még szerkesztett, jól szerkesztett mondatokat, ez mind beletartozik ebbe a problémakörbe. A szakértő véleménye szerint ezek kialakulása tehát rendkívül sokrétű, és két nagy részre lehet osztani. Egyik az, amiről nem tehetünk. A másik, amiről tehetünk. Amiről nem tehetünk, azok olyan genetikai problémák, olyan érzékszervi problémák, vagy a pszichés fejlődésnek olyan zavarai, amik a beszédben is megnyilvánulnak, tehát konkrétan az autizmus, és ott a beszéd nagyon érintett, mert késik a beszéd, vagy hallássérülés esetén is ugye a beszéd azonnal mutatja, hogy valami probléma van, vagy akár értelmi elmaradás, akkor is a beszéd az rögtön, az egy érzékeny dolog, a beszéd az rögtön mutatja, hogyha bármiféle probléma van. Ezeket nyilván orvosolni lehet, és kell is, a legfontosabb a korai felismerés. Itt kell nagyon kiemelnem azt, hogy mennyire fontos a védőnőknek a munkája, a gyermekorvosoknak a munkája, aztán nyilván a bölcsődei dolgozóknak, az óvodapedagógusoknak, és hát a szakszolgálati szakembereknek a közös munkája, az együttműködése, mert hogy ez hozza meg majd azt az eredményt, hogy egy olyan kisgyerek, aki mozgásban elmaradott, és már egészen pici babakortól megkapja a megfelelő ellátást, iskolás korára észre se lehet venni, hogy volt valami problémája. A beszédhibák kialakulásának másik nagy része az, amiről tehetünk. Ilyen például a mozgásszegény életmód. Mindennek az alapja, és a beszédnek is az alapja a mozgás. Tehát, hogyha egy gyerek nem mozog eleget, akkor ott azok az idegrend, azok a pályák, azok az ideg, az agynak azok a területei nem fognak normálisan fejlődni. Például volt olyan, hogy jött egy anyuka a kisgyerekével, aki hát 2-3 éves körüli, és nagyon impulzív volt, nagyon mozgott, és nagyon szaladgált, és hogy ez őket zavarta, és akkor szedálni akarták. És hát nyilvánvaló, hogy ilyenkor az ember teljesen kiborul ugye ezen a dolgon, hiszen nem szabad ilyet csinálni. Az agynak oxigéndús vérre van szüksége, és ezt igazából a mozgás hozza meg, azon kívül pedig nyilván ezt a kollégáim jobban tudják, akik a mozgás fejlődéssel foglalkoznak, a konduktorok és a gyógytestnevelők, hogy mennyire fontos a mozgás. Mi is nagyon sok gyereket küldünk így át a kollégákhoz, illetve működik a szakszolgálatnál korai fejlesztés is, ahová egészen pici babákat szoktak hozni az anyukák, és akkor itt nyilván egy vizsgálatot követően gondozásba veszik őket. Szintén a probléma okozója lehet, hogy egyre kevesebb a gyerekek mindennapjaiban az élő beszéd. A szülőknek, aztán ezt most nem akarnám részletezni, hogy miért nem érnek rá arra, hogy a gyerekükkel beszélgessenek. És az a kicsi idő, amit egyébként eltöltünk a gyerekeinkkel, hiszen mindenki dolgozik, a gyerek bölcsibe kerül, ugye már másfél-két évesen, szülőknek vissza kell menni dolgozni, nagyszülők is még dolgoznak, tehát a gyerekkel úgymond nagyon keveset találkoznak. Amikor pedig együtt vannak, fáradtak a szülők, és nem biztos, hogy akkor van türelmük a gyereknek a kis csacsogását hallgatni, meg válaszolni a kis kérdésekre, pedig ez a lényeg, hiszen a magyar
nyelvet, az anyanyelvet, azt az anyáknak kell megtanítani, nem pedig másnak. Ugye itt nagyon fontos lenne az, hogy ne csak az, hogy odafigyeljenek a gyerekre, és válaszoljanak a kérdésekre, mert a gyerekek kérdeznek, hanem az is, hogy tényleg esténként az a bizonyos esti mese, az a napnak a lezárása legyen, és az ne a tévéből jöjjön, vagy a YouTube-ról, vagy akárhonnan, hanem az tényleg az édesanya meséje el. A gyerekek gyakran betegszenek meg, egyes esetekben pedig az is lehet a baj okozója, ha nem kapnak megfelelő kezelést. Gyakran felső légúti betegségük van, és ez a fül, orr és a száj higiéné, hogy a gyerek mondjuk nem tudja nyilván kifújni az orrát, ha náthás, és akkor nyilván a középfülbe is belekerül az a váladék, az pedig időszakosan halláscsökkenést okoz. Az a 10-15 decibel, amit ez jelent, az pontosan elég arra, hogy azokat a finom kis különbségeket a gyerek ne tudja észlelni. Vagy ne figyeljen annyira a beszélő környezetre, hiszen hamar elfárad. Eleinte még fülel, de utána elfárad. És akkor van az, hogy rendetlenkedik, vagy... Igen, tehát rendetlenkedik. Nem figyel. És hát nagyon figyelni kell a szülőknek erre, hogy amikor a gyermeknek ugye náthás időszaka van, akkor bizony nagyon, nagyon fújni kell az orrát, vagy porszívózni, vagy orrcseppet, vagy inhalálni, vagy bármiféle olyan, amit mondjuk az orvosok egyébként nagyon szorgalmaznak, vagy pedig ugye mosatni az orr melléküregeket, hogy minél hamarabb kitisztuljon a váladék, és ne rakódjon be mondjuk a fülbe, és a beszéd szempontjából nyilván a tiszta hallás az nagyon fontos. Nagyon fontos persze a fogak állapota és a száj állapota, a nyelv, például ha le van nőve a nyelv a gyereknek, mondjuk ezt már azért korán észreveszik, pici babakorba, hogy nem tud jól szopni, akkor megtörténik a bemetszés, a kis beavatkozás, de van, amikor a beszéd szempontjából pedig ez nem elég. És akkor szokták a logopédusok kérni, hogy akkor szíveskedjenek elfáradni még a szájsebészhez, és akkor ott a megfelelő kis műtétet el kell végezni. Ha ezek a beszédhibák nincsenek kijavítva, fennáll a veszélye annak, hogy hátráltatni fogják a gyermeket már az iskolában is. A kommunikációnak nagyon fontos eleme a beszéd. Nem azt mondom, hogy az egyetlen, de nagyon fontos eleme, és az iskolai pályafutást maximálisan befolyásolja az, hogy a gyermek tisztán tud-e beszélni, jól tud-e fogalmazni, jól észleli-e a hangokat, illetve mennyire kommunikatív. Tehát az iskolára készítjük föl a gyerekeket, az a célunk, hogy természetesen játékosan, picikortól egészen az iskolába lépésig a beszédet, azt szépen fejlesszük, mondom játékosan, de az a célunk, hogy majd az iskolában az olvasás, írás elemeit az szépen el tudja sajátítani. Tehát akkor a kérdésedre válaszolva azt tudom mondani, hogy bizony nagyon, nagyon fontos és nagyon nagy hátránya van annak a gyereknek, aki nem beszél szépen, tisztán. Arról nem beszélve, hogy milyen másodlagos problémákat is okoz. Tehát nem értik meg jól, kinevetik a társak, nem jól tolerálják az ő beszéd problémáját, és akkor már ott van ugye a pszichés sérülésnek a lehetősége. A szülőknek nem kell egyedül megbirkózniuk ezekkel a problémákkal, hiszen a szakszolgálatnál dolgozó logopédusok kérdőíves formában már 3 éves korban megkezdik a gyerekek szűrését. Az 5. életévét betöltött gyermekeket az olvasás és írás
elsajátításához szükséges készségeket is nézzük, illetve hát nyilván az artikulációt. Tehát az 5 éves kori szűrés az erre a 3 dologra irányul. A beszédre, az olvasás és az írás elsajátításához szükséges készségek vizsgálatára. A szakszolgálat szakemberei jogosultak elsősorban nyilván a gyermekeket így ellátni. A szülők egyébként csak nagyon kicsi százalékban zárkóznak el attól, hogy az itteni logopédusok foglalkozzanak a gyermekükkel. Nekünk kötelességünk őket ugye szűrni, és a szülőket tájékoztatni a szűrés eredményéről, aztán pedig, ha ugye szükséges a beavatkozás, akkor logopédiai vizsgálatot kell csinálnunk. Ott is a szülőnek bele kell egyezni a vizsgálat eredményébe, és a terápiának a megszervezésében nagyon fontos szerepe van, hiszen a szülő fogja elhozni a gyereket, és a szülő fogja otthon gyakorolni azokat a kis feladatokat, amiket feladunk esetleg házi feladatnak. Számos kutatás szól arról, hogy a gyerekek képernyő előtt töltött ideje összefüggésben van a beszédfejlődésükkel. Fél óra képernyő előtt töltött idő, most a képernyőt itt nem csak a tévére gondolok, hanem a számítógép és az okostelefon, mert annak is ugye van képernyője, ha így fogjuk fel. Tehát, hogyha a gyermek fél óránál többet tartózkodik így, ilyen eszközök előtt, és azt figyeli, és azzal foglalkozik, akkor az bizony nagyon visszaveti az ő beszédfejlődését. Tehát innen is nagyon kérem a szülőket, hogy korlátozzák minimálisra a tévé, számítógép, okostelefon használatot, mert a gyermekük jövője forog kockán, ha nem teszik meg.